Kis Norbert sorozatban negyedszer, összességében hatodszor nyerte meg a kamion Európa-bajnokságot. Ezzel utolérte a hat elsőségével eddig egyedüli rekorder Johan Hunt. Stábunk ellátogatott Norbihoz, ahol közösen felidéztük a szezon legemlékezetesebb pillanatait. Oké, Norbi, első hely, hatodik cím. Gratulálok. 10 éve ugyanígy Lemanba egy vasárnapon beúsztuk az elsőt, most meg a hatodikat. Örülök, hogy akkor is itt lehettem, köszönöm, hogy most is itt lehetek. Szép volt, köszönjük. Köszi srácok, tényleg 10 éve. Köszönöm nagyon a szezon. Nagyon erős szezonkezdés. Utána még erősebb folytatás. És most le tudtuk zárni. Nagyon király volt, nagyon kemények vagyunk. Köszönöm srácok mindenkinek. Ezek a felvételek Lemanban készültek, közvetlenül azután, hogy Kis Norbert bebiztosította a 6. Európa-bajnoki címét, ezzel beérve a sportág eddigi rekorderét, Johan Hunt. Le nem ülepedett, de azért nem is volt nagy meglepetés, mert hogy azért nagyon jól indult a szezon, és folyamatosan növeltük az előnyünket a bajnokságba, szóval így a szezon vége felé érkezve ugye viszonylag nagy pontelőnnyel, már azért annyira nem ért bennünket nagy meglepetés, hogy megnyertük a bajnoki címet. De természetesen ez azért nem ilyen egyszerű, mint ahogy hangzik, hanem emögött azért rengeteg munka van, meg rengeteg idő, rengeteg megtett verseny, kilométer, meg versenykör van, rengeteg embernek a munkája. Úgyhogy abszolút persze, tökre büszkék vendünk, hogy évek óta jellendületben vagyunk, és bármennyire is ígérgetik a nagy ellenfeleink, hogy visszavágnak, idén sem sikerült nekik. Norbi és csapata a Révész Racing álomszerű szezonkezdést tudhat magáénak, az első 11 versenyt Zsinórban nyerték meg, ami azt jelenti, hogy még a fordított rajtrácsos versenyeken is az utolsó helyről egészen a dobogó legfelső fokára tudták magukat felküzdeni. Ez a teljesítmény rekordnak számít a kamion Európa-bajnokság történetében, hiszen korábban senki sem volt képes ilyen domináns sorozatot produkálni. Ez ugye egy 2,5 verseny hétvégén áttartó veretlenségi sorozat volt. Eleve az, hogy valaki egy hétvégén minden 4 futamot megnyerje, az nagyon ritka. Nyilván ez egy csomó minden kellett, szerencsés kellett hozzá nagyrészt, mert hogy egyébként nem célunk az, hogy ezeket a fordított rajtrácsos versenyeket mindig megnyerjük, mert ugye ez nagyon-nagyon kockázatos, hogy általában itt szoktunk a legnagyobb bajokba keveredni, amikor a Hungaroringen összetört pár évvel ezelőtt a versenykamion, az is egy fordított rajtrácsos versenyen volt. Tehát, hogy igazából itt a kockázat megszerezhető pont aránya az nincsen olyan jó összhangban, mint az első versenyen például. A szombathelyi származású pilóta a 6. EB győzelme óta még nem tudott hazalátogatni, de a rokonokkal azért már beszélt a történelmi siker óta. Szüleimmel beszéltem telefonon, interneten keresztül, és gratuláltak ők is nagyon, és nagyon büszkék rám, úgyhogy ennek nagyon örülök, mert tényleg gyerekkoromban nem számított rá egyikünk se, hogy ebből bármi lesz. És itt tök jó, hogy ide jutottunk, és hogy ilyen büszkeséget tudok okozni a szüleimnek, az nagyon. Amikor elkezdtük 2011-ben, 12-ben, 13-ban, én azt mondtam, hogy sose fogjuk megnyerni ezt a bajnokságot. Tehát olyan lemaradásban vagyunk a külföldiekhez képest, hogy ezt az életben se fogjuk megérteni, meg behozni, meg nem fog működni. De aztán azért mégis végigcsináltuk. Ugye ez azért nehéz, mert nekünk kell építeni a versenykamiont. Ugye mi vagyunk a konstruktőrök, ezt nem megvesszük. Tehát nem tudunk oda menni egyik gyártóhoz se, és akkor azt mondjuk, hogy szeretnénk egy versenykamiont venni, amivel lehet indulni a kamion elvén. Nincs ilyen. Ezt nekünk kell megépíteni, és ha van bajnokságom rég az, hogy saját magunk vagyunk a sikerünknek a kovácsa, akkor ez az. A csapat célja mindig az időmérő és a 20 pontos főfutam megnyerése. Idén Norbi az összes időmérőt és az összes főfutamot az első helyen zárta, ezzel dominálva a mezőnyt. És Spanyolországban az utolsó verseny hétvégén volt egy tök jó előzési manőver, ugye a 6-szoros Európa bajnok Johan Hahn, meg az egyik Ivekos csapattársát sikerült egyszerre megelőznem egy manőverben, amikor ők ott egymás mellett próbáltak, Johan próbálta megelőzni a csapattársát, de úgy, hogy én ne tudjam őt megelőzni. Közben be tudtam menni melléjük harmadiknak, és akkor én tudtam elő kijönni ebből a csatából. Az mindenképpen egy nagyon jó pillanat volt.
És még volt sok nagyon jó győzelem, nagyon jó előzési manőver, rengeteg pozitív és jó pillanatunk volt az idei szezonban, reggelig tudnám mesélni. Kis Norbert 6. Európa-bajnoki címe egy mérföldkő a pályafutásában, de a célok ezzel még korán sem értek véget. Norbi már most a következő szezonra készül, ahol célja, hogy 7. bajnoki címével egyedüli rekorderként írja be magát a Kamion Európa-bajnokság történetébe.